Magyarország, és választottak a kaposváriak is, mi kaposváriak, és ennek az eredménye az, hogy az itt élők győztek. Bízunk abban, hogy döntésünknek köszönhetően Magyarország egy olyan útra talál, ahol az ember áll a középpontban, ahol újra az emberről, a családról van szó. És Heinz Tamás és Kerencsér Attila képviselőura ilyenek. Szeretettel gratulálunk mindjártak, szeretettel gratulálunk nektek! Az elmúlt hónapokban nagyon sok kaposvárival beszéltem, és meghallgattam az embereket. És azt a következtetést vontam be, hogy a sikert, a változást csak együtt érhetjük el. Íme a siker együtt sikerült. Este 7 órakor új korszak kezdődött, a siker korszaka. De nem a politikuséké, nem az én sikeremnek a korszaka kezdődött el, és nem Kerencsér Attila sikerének a korszaka kezdődött el, hanem a tiétek. Kaposvár és Magyarország sikere indult el. Bennünk van most a remény, hogy az ország erős többsége 2 hét múlva új vezetésre, új kormányra, új parlamentre talál, és ez az a remény, amiért tudunk leggyorsabban küzdeni, amelyet most azonnal vissza kell adnunk minden kaposvárjának és minden magyar embernek, hogy újra tudjon hinni és remélni. És ha tud hinni és remélni, akkor az a majdnem már elfeledett és oly sokszor lesajnált szeretet, amely nélkül nem érdemes élni, újra magyarok szívébe költözhet vissza. Én úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez nagy öröm minden polgári oldalon álló számára, de hát a munka dandárja az majd csak most fog következni. És természetesen szeretném megköszönni mindazoknak azt a munkát, amit ebbe az elmúlt 8 évben kifejtettek ennek az eredménynek az érdekébe. És én úgy gondolom, hogy mindenki számára tisztelendő az a hit és az a kitartás, amivel ezt a 8 évet végig csinálták. Minden egyes településnek köszönetet szeretnék mondani, így rajtatok keresztül, illetve a kamerákon keresztül azért, mert a egyöntetően és egyértelműen a változásra szavaztak. Ezek a települések döntő lépést tettek abba az irányba, hogy megkezdődhessen Somogyban a rég várt munkahelyteremtés, hogy nagyobb szociális biztonságban legyenek, hogy működjön az egészségügy, működjön az oktatás. Ezeken a településeken nagyon-nagyon sok biztatást kaptam az elmúlt időszakban. Végigjártam az összeset, javaslatokat, véleményeket, rengeteg sok-sok bölcsességet kaptam az alatt a több mint 10 000 találkozás alatt, amit levélben, elektronikusan vagy személyesen megírhattam. Szeretnék egy bejelentéssel élni. A 67 településre az elkövetkezendő egy hónapban vissza fogok menni, hogy megadjam az ott élőknek azt az érzést, hogy valami más, valami teljesen más kezdődik, és az új ember nem csak a kampányban, meg csak a felszínes ünnepségek alkalmával jelenik meg, hanem akkor is, amikor megválasztottam. Nézzünk előre, azt látjuk, hogy más időszak kezdődik, és a más időszakban én arra leszek, és ezt itt tudom üzenni, aki nézi majd ezt, hogy